Vajdaságban a többi között Újvidék, Temerin, Szent Tamás, Ruma, Mitrovica községek iskoláiról van szó. Továbbá Nispirot, Babusnica, Kursumlia és más szerbiai községek oktatási intézményeit érte még ma bomba fenyegetés. A felvételeken látható Óbecsén és a környező falvakban is elmaradt a tanítás minden általános iskolában. Az esetről azonban a helyi illetékesek nem kívántak kamera előtt nyilatkozni, néhány helybeli viszont elmondta véleményét. Mindkét gyerekem általános iskolás, reggel szóltak a tanárok, hogy elmarad a tanítás, mert bombariadó van. Remélem nem ismétlődik meg mindez. Gondoltam, hogy ilyesmi nem történhet még ebbe a kisvárosba. De ahogy hallottam, még Földváron is, meg Péterlévén is meg történt. Általános iskolában dolgozom, meglepődtünk a bombariadón és megdöbbentünk rajta. Nem is tudok mit mondani, tart ez a helyzet már egy ideje az országban, de nem hittük, hogy minket is érint majd. Kár a gyerekekért is, sokat veszítenek, de bízunk benne, hogy hétfőn majd újraindul a jelenléti oktatás. Az Újvidéki Oktatásügyi Igazgatóság vezetője elmondta, hogy a középiskolák nem kaptak fenyegetést. A tűzszerészek átvizsgálták az épületek többségét, a bombariadók mind hamisnak bizonyultak. Többfelé a délutáni váltást online oldották meg. Hétfőtől pedig vélhetőleg a tanítás rendes ütemben folytatódik majd. A bombák elhelyezéséről szóló e-mail bosszú címmel érkezett. A feladó azt ecseteli, hogy utálja az emberi társadalmat, és minél több emberi részecskét kíván megsemmisíteni. A levél írója szerb nyelven genetikai hulladéknak ítéli meg az itt élőket. Alexander Bulin belügyminiszter szerint szervezett bűnözésről van szó. 19 e-mail címet már azonosítottak, de a tárcavezető szerint akár több százezer elektronikus postai cím is érintett lehet a támadásban. Mint ismeretes, az elmúlt napokban számos városban több száz hamis bombafenyegetés érkezett az iskolákba és más intézményekbe. Az oktatásügyi miniszter azt mondta, hogy a rendőrségi vizsgálatok bebizonyították, hogy a fenyegetések hamisak voltak, az elmaradt órákat pedig be kell majd pótolni.